A II. Világháború előtt Magyarországon olyan alkotók pályafutása indult, mint George Pál, John Halas és Macskási Gyula. Utóbbi szerencsénkre itthon alapított stúdiót a nehéz körülmények ellenére. Amikor megalakult végérményesen ez a picike kis stúdió, akkor ide-oda dobálódtak, hol különböző ilyen kordélyházakban voltak, hol az MK-nek voltak egy bizonyos területén, de hát ez egy nagyon pici mag volt. Egy nagyon barátságos, nagyon kedves ember volt, tele szeretettel, mindig úgy ide föltörte a szemüveget, és mindig mondta valamelyik kis kollégának, hogy Grétike, biztos vagy benne, hogy ennek mind a négy lába mozog? Macskási Gyula irányításával ügyes kezek rajzolják a Pannónia filmstúdióban a rajzfilmek kedves alakjait. Végső formájukban a trükkasztalon kelnek életre a gyermekmesék bájos figurái. Macskási Gyula régi álma vált valóra 1951-ben. Megszületett az első színes magyar rajzfilm. Miután jó eredménnyel, sőt sikerrel elkészítették nagy nehézségek után ezt a filmet, egymás után jöttek olyan munkák, mint az Erdély Sportverseny, amelyek már külföldön is nyert fesztiváli díjat. Belevágtak egy nagyobb munkába, a Két borsőkröcske című műben, amikor egyszer csak beütött a villám, nevezetesen a filmfőigazgatóság, azt hiszem, akkor úgy hívták a minisztériumnak az illetékes szervét, kiadta az utasítást, hogy az egész magyar rajz- és bábfilmgyártást le kell építeni. Na most a magyar szinkronfilmgyártó vállalata, mert még akkor úgy hívták a Pannónia filmet, egy hősi harcba kezdett, hogy megmentse a rajzosokat. Sikerült is elérni azt, hogy a Két borsőkröcskét be lehetett fejezni nagyon rossz körülmények között, és hogy 8 munkatárs állományba maradhasson. Így Macskási Gyula, Darkai Attila, Szabó Szabolcs, Imre István, Kozelka Kálmán és még egy-két személy. Hip-hop, ott legyek, ahol akarok. Halljuk hát, mit válaszol a kérdésre egy mai okoslány. Varázslat és tündérmese, emberi kéz teremtette, csodaszallag. Ha ezt látod, magad benne megtalálod. Na, mi az? Hát, a rajzfilm. A szocialista hasznosság elve szerint Macskási államosított kollektívája a továbbiakban csupán reklámfilmek készítésében csillogtathatta tudását. Mit felelne ma erre egy okos lány? No, fiatalember, tegye fel a kérdést. Kis magból nő, de nem növény. Megfiatzik, de nem állat. Zsákban el sem tudnád vinni, zsebben mégis elfér nálad. No, mi az? Takarékbetétkönyv. Ez az időszak, ez nagyon kedvezőtlen volt a rajz- és bábfilm számára, hogyha jellemeznem kellene tulajdonképpen a helyzetet, azt mondnám, hogy a megtört műfaj időszaka volt ez a rajzfilm számára. Reklámfilmeket készíthettek. A Macskási, mondhatom, remekelt ezekkel a rövidfilmekkel. Mindenek előtt a külkereskedelmi vállalatok részére kellett ezt készíteni, tehát külpiacokon kellett megmérkőznie. Ezek kis remekek voltak, mondhatom. Ezen kívül készült még egy-két rövid mesefilm. Azt lehetne mondani, hogy takarékon.
de azért folytatódott a munka. Duftend, aromatisch, wirkstoffreich und besonders bekömmlich ist der ungarische Bienenhonig. Unter dem herrlichen Klima des Ungarlandes entwickeln die Akazien, Linden und Wiesenblumen den Nektar, der den blütenreinen ungarischen Bienenhonig so besonders schmackhaft macht. Der ungarische Bienenhonig enthält alle Wirkstoffe für ihre Gesundheit, nährt das Herz und die Nerven. Wenn Honig, dann nur ungarischen Bienenhonig. Az animáció megfeneklett szekere egy rejtélyes amerikai producer megjelenésével lódult meg. A stúdió élére pedig egy jogász közgazdász vezető került. Leszállt Ferihegyen egy repülőgép, abból kiszállt egy fiatal amerikai filmproducer, és Hungárofilm révén kijött hozzánk a stúdióba, és azt mondta, hogy ő Magyarországon akar elkészítetni egy rajzfilm sorozatot. Hát ez elég nagy meglepetés volt, és hát ugye minden illetékes igen lelkes lett. Az egyetlen hiba ott mutatkozott, hogy nem volt hozzá kapacitás, mert megelőzőleg leépítették a rajzfilmet. Hát mi legyen, hogy legyen, és ekkor támadt az az ötlete valakinek, hogy esetleg engemet meg lehetne kérdezni arról, hogy nem vállalnám-e a rajzfilmnek az újjászervezését és kifejlesztését. Ez megtörtént, és ami a furcsaság, hogy mire elkészült az utolsó film, az amerikai producer eltűnt. De a számlát sem egyenlítettek. Na hát, ez egy tragédia volt, de nem a Pannóniának, hanem az illetékes külkereskedelmi vállalat számára volt ez egy nagy veszteség. Szerencsére volt egy másik ágazat is, ez a bizonyos rövidfilmgyártás, és ott egy, mondhatom, egy páratlan sikerrel kezdődött az évtized. Én úgy nevezném, hogy a Mester hármassal. A modern grafikai stílus és a tematika révén felfigyeltek a magyar rajzfilmre a világ olyan fesztiváljain, mint Cannes vagy Velence. Ki az, aki az aszfaltra firkál? John Popescu Goppo, román rajzművész, rajzfilmfesztivál nagydíjának nyertese. Úgy látszik, a példa ragadós. Macskási Gyula is díjat nyert rajzfilmjével. Az aszfalt kiválóan alkalmas koprodukciós alkotások készítésére. Elkészült a mű. Bemutatom Homo sapiens urat, a ruhátlan filmsztárt és Ceruza és Radír kartársat. Készfogásuk addig tart, míg a nézőközönség le nem radírozza őket. Na most tulajdonképpen a Pannóniának a lázadása az nem a Walt Disney ellen, hanem a, hogy úgy mondjam, szociál film ellen ment. Tehát a Macskási Gyula akkor váltott, és akkor kezdett el a Várnai féle grafikákkal dolgozni, illetve magával Várnai Gyurival. Thank you.
Macskásinak olyan hallatlan, praktikus munkamódszere volt, ahogyan át tudta látni a munkáját, az nagyon hasonlít ahhoz a mostani, hát ha úgy tetszik, egy kapitalista üzletszempontú, vagy üzletközpontú munkához. Neki ebben a struktúrában, ami Pannóniában nőtte magát, már neki nem volt sok szerepe. A magyar rajzfilmgyártás megteremtője 1971-ben forgatta utolsó filmjét. De a macskási féle szellemiség halhatatlan. Thank you.